Az összeomlás előtt címmel rendeztek író-olvasó találkozót a Városi Könyvtárban. Ez alkalommal Krusovszky Dénes, József Attila díjas alkotó második regényét mutatta be a gyulai közönség számára. A Levelek nélkül című könyv mellett más alkotásról is szó volt az eseményen. Krusovszky Dénes kiemelte, pályafutását költőként kezdte. Az idei könyvhétre megjelenő legújabb alkotása egy verses kötet lesz. Az első 5 könyve lírai volt, utána prózával kezdett foglalkozni. Második regényét a Levelek nélkült, a koronavírus járvány időszaka alatt kezdte elírni. A regény témájára ez is hatással volt. A mű meglátása szerint mégsem Covid regény, hanem sokkal inkább szól egy bezárkózó társadalomról. A cselekmény az gyakorlatilag egy olyan helyzet körül bonyolódik, hogy ebben a kisvárosban egyszer csak tavasszal lehullik a fákról az összes levél, és ettől lesz egy ilyen fura hangulat a városban, és senki nem tudja, hogy mi történt, hogy ez most valami természeti katasztrófa, vagy valami mérgezés, vagy valami más esetleg. Nem jönnek rá az emberek, de ez a szerencsétlenség mindenki életére valamilyen módon hatással van, és a regény főszereplője, egy Koroknai János nevű középiskolai irodalomtanár az, aki mint egy ilyen krónikásként végig figyeli ezt a történetsort, ami a fákkal történik, de igazából az emberekkel történik, akik ebben a városban élnek. Krusovszky Dénes kiemelte. Hétköznapi helyzetekből indul ki, majd megvizsgálja, hogy milyen történetek rejlenek ezek mögött. Sokszor a hétköznapinak látszó karakterek univerzális történeteket rejtenek. Krusovszky Dénes hangsúlyozta, a fiatalokat csak jó versekkel lehet megszólítani, hogy minél többet olvassanak. Szerencsére a magyar irodalom az tele van jó versekkel, hogyha a klasszikusokra gondolunk is ez a helyzet, illetve a kortárs irodalom is szerintem nagyon izgalmas. Én azt hiszem, hogy az emberek szeretik a verseket, keresik is, nagyon sokan olvasnak verseket, a kortárs költészethez néha nehezen találnak utat, és azt gondolom, hogy például az ilyen rendezvények, mint ez a mai beszélgetés, ahol versekről is fogunk beszélni, illetve én is fogok újabb verseket felolvasni, ez talán ebben a találkozásban segíthet az olvasók és a versek, illetve a kortárs költők között. A József Attila díjas alkotó azt tanácsolja azoknak, akik verseket szeretnének írni, hogy legyenek bátrak. Ne érezzék azt, hogy egyfajta évszázados nyomás helyezkedik a vállukra. Nyomasztó lehet az, hogyha belegondol abba az ember, hogy milyen költő elődök után vág bele valaki a versírásba. Krusovszky Dénes kiemelte, kamaszként nehéz megtalálni az embernek a saját hangját, hiszen folyton az elődöket hallja. Ezen túl kell esni, és sokat kell olvasni.